Törökország készül, második János Pál pápa egykori merénylője is várja Ferenc pápát. Jogok és kötelességek, november 20-a a gyermekek jogának világnapja. Farkasordító hideg az Egyesült Államokban, közel 2 méteres hó borítja Buffalót. Köszöntöm nézőinket, ezek a Bónum hírek. 6. külföldi utazásán 2 városba látogat el Ferenc pápa. Törökország fővárosában a politikai vezetőkkel találkozik, még Isztambulban ökumenikus liturgián vesz majd részt. Nagy várakozás előzi meg Ferenc pápa törökországi látogatását. A katolikus egyházfő november 28-án érkezik meg Ankarába, ahol ellátogat Atatürk mauzóleumához, majd az elnöki palotában találkozik a köztársasági elnökkel. Ferenc pápa az első államfő, akit az elnök sokak szerint illegálisan épített 1000 szobás fehér palotának nevezett rezidenciáján fogadnak. Török építészek a találkozó bojkottjára szólították fel az egyházfőt. Levelükben úgy fogalmaztak, jelenlétével ne legitimálja a nemzetközi törvények szerint illegális építkezést. Federico Lombardi szentszéki szóvivő sajtótájékoztatón jelentette ki, a török elnök túlzottan költséges rezidenciájának nincsen köze a pápai látogatáshoz. Ferenc pápa ott találkozik a török elnökkel, ahova az egyházfőt a török fél meghívja. Szent II. János Pál pápa egykori merénylője Ali Agca is várja már Ferenc pápát Törökországban. Az időközben megtért, jelenleg szabadlávon lévő Agca a szentszékhez küldött levelében kérte a találkozást Ferenc pápától. Mint írta, már találkozott egy pápával, normális, hogy a mostanival is szeretne. Ferenc pápa tombolával segít a hajléktalanokon. A napokban a Bónum hírek is beszámolt a Szent Péter tél kolonádjai közt épülő zuhanyzókról, amelyek a hajléktalanoknak nyújtanak majd tisztálkodási lehetőséget. Az újabb jótékonysági akció egy ajándék sorsolás lesz, amelynek bevételét szintén a hajléktalanok megsegítésére fordítják. A pápa a neki adott ajándéktárgyakat ajánlja fel. Az ünnepi tombolát reklámozó plakátok a Vatikán közönség által látogatható helyszínein jelentek meg. Mindkét akció szervezése Konrád Krajewski pápai főalamizsnás nevéhez fűződik. A sorsolást január 8-án tartják közjegyző jelenlétében. Támogassuk a klauzulában élő szerzeteseket és remetéket, kérte Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatáson. November 21-én tartják a Pro Orancibus, vagyis a klauzúrás szerzetesi közösségeknek szentelt imanapot, erre emlékeztetett a Szent Atya. Adjunk hálát az Úrnak a klauzúrás szemlélődő élet tanúságtételéért, támogassuk lelkileg és anyagilag ennek a fontos küldetésnek a teljesítését, hangzott Ferenc pápa felhívása. November 30-án veszi kezdetét a megszentelt életéve, melynek során számos rendezvény segít abban, hogy közelebbről megismerhessék az Istennek szentelt életet élőket, köztük a szerzeteseket. A megszentelt életévének magyarországi programjairól a szerzetesek.hu weboldalon tájékozódhatnak. A társadalomtudományok díszdoktorává avatták Federico Lombardit. Az evangelizálásban végzett állandó szolgálatáért, a keresztény üzenet és a pápa hangjának terjesztéséért szerte a világban, ezzel indokolta a díszdoktori cím odaítélését a Pápai Szalézi Egyetem vezetősége. Lombardi díszdoktori előadását a béke kommunikációjáról tartotta. A legfontosabb, hogy a kommunikáció egyesítsen és ne elválasszon, hangsúlyozta a Vatikáni Rádiónak adott interjújában. A 70 évvel ezelőtti német és orosz megszállások nyomán Budapest Krisztinaváros halálkatlanná vált. Ezt az időszakot dolgozza fel a Szociális Misszió Társulat Ostromnapló című kötete, melyet a Kairosz könyvkiadóval közösen és a budavári önkormányzat támogatásával jelentetett meg a rend. A napló kiadása a nővérek részéről egyben a Ferenc pápa által 2015-re meghirdetett szerzetesek évére történő készületük első lépése. Idén 10. alkalommal rendezte meg a Szolidaritás éjszakáját Szegeden a Katolikus Egyetemi Lelkészség. A téren melegétellel, zenével, adományokkal és néhány jó szóval várták a fedél nélkülieket.
Egy tál étel, néhány óra figyelem, pár jó szó nagyon kevés erőfeszítést igényel, másoknak viszont sokat jelent. November 19-én 10. alkalommal rendezték Szegeden a Szolidaritás éjszakáját, melynek célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét a rendkívül nehéz körülmények között élő hajléktalanok helyzetére. A rendezvény egyedülálló lehetőség arra, hogy közelebbről betekinthessenek a hajléktalanok világába, hogy legyőzhessék az előítéletekből fakadó félelmeket, és megismerjék a segítségnyújtás lehetőségeit. A szervezéshez idén is csatlakozott a Szeged Csanádi Egyházmegyei Karitász, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat, a Magyar Vöröskereszt, valamint a szegedi hajléktalan szállók is. November 20-a a gyermekek jogának világnapja. Az ENSZ közgyűlése 1954-ben ajánlotta először ezt a napot megünneplésre, 1959-ben pedig ezen a napon fogadták el a gyermeki jogok nyilatkozatát. Mit is jelentenek a gyermeki jogok? Ezt különböző egyezményekben lefektetjük, tartalmaz erre vonatkozó passzusokat a magyar alaptörvény is. Én mégis azt mondom, hogy a gyermeknek a legfőbb joga gyermeknek lenni. Ezt hangsúlyozta Novák Katalin család- és ifjúságpolitikáért felelős államtitkár az Országos Gyermekvédelmi Konferencián csütörtökön Budapesten. Az államtitkár hozzátette, a felnőttek felelőssége biztosítani azt, hogy a gyermek gyermek tudjon maradni. Naponta csak nem 30 ezer 5 éven aluli gyermek hal meg szerte a világon olyan okok miatt, amelyek megelőzhetőek lennének. 640 millió gyermeknek nincs fedél a feje fölött, mintegy 140 millió gyerek nem jár iskolába. A gyermekek jogairól Európa szerte megemlékeznek. Magyarországon 1997-ben ünnepelték először a gyermekek jogainak egyetemes világnapját. Másfél milliárd forint plusz pénzt fordítanak a diaszpórában élő magyarságra a jövő évi költségvetésben. Semmilyen Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök helyettes tájékoztatása szerint. Folytatják a Kőrösi Csoma Sándor, a Mikes, valamint a Julianus programokat, melyek mind a diaszpórában élők értékeinek megőrzését célozzák. A Magyar Diaszpóra Tanács 4. ülésén mondott beszédében a miniszterelnök helyettes elmondta, nagy támogatottságot élvez a honosítás a diaszpóra magyar lakta területein. Jótékonysági akcióval ünnepelte egyéves fennállását a Transzilvánum, a sikeres erdélyi üzletemberek közössége. Az évfordulón több százezer forint gyűlt össze, melyet a Dévai Szent Ferenc Alapítvány javára ajánlottak fel. Egy éves a Transzilvánum, a sikeres erdélyi üzletembereket összefogó közösségi platform. A közösséget Simó Klára, egy optikai szalon tulajdonosa alapította 2013-ban Erdélyből származó sikeres üzletemberek számára, akik a platformnak köszönhetően könnyebben ismerkedhetnek meg egymással és ápolhatják kapcsolataikat. Az egyéves évfordulón rendezett gálaesten díszvendégként jelen volt Károly László üzletember, valamint a szintén erdélyi származású Benedekfi Katalin operaénekes. Az est folyamán gyűjtést szerveztek, melynek befolyt összegét a Böjte Csaba Ferences szerzetes alapította árvaházaknak ajánlották fel. A Magyar Tudományos Akadémián rendezett találkozó médiapartnere a Bonum TV. A Jeruzsálemben újra fellángoló konfliktusok között több száz kerékpáros vágott neki idén a Szeretet Ereje nevű jótékonysági versenynek. Idén 15. alkalommal rendezték meg a kerékpárversenyt, melyen több száz a világ minden tájáról érkező kerékpáros tekert 5 napon át egy különleges ügyért. A jeruzsálemi Alin gyermekkórházban kezelt gyerekekért biciklisztek a versenyzők. A kerékpárosok számos országból érkeztek, különböző vallásúak, ahogy a kezelt gyermekek és ápolóik is. Mégis békében kerekeztek a konfliktusok sújtotta városban. A Szentföldi Ferences Kusztódia részletes összefoglalóját megnézhetik a hétvégén. A dél-koreai pénzpiacokat felügyelő bizottság becslése szerint legalább 500 milliárd dollárba kerülne a két ország egyesítése. Figyelembe véve az országok lakosságának életszínvonala közötti különbséget. Habár a koreai háború 1953-as befejeződése óta a két Korea farkas szemet néz egymással, vannak gazdasági kapcsolataik. A két ország kapcsolatát erősítik a családegyesítő programok, amelyek február végén egy kis szünet után újraindultak, és amelyek a háború által szétszakított családok újraegyesítését célozzák.
Megérkezett a tél az Egyesült Államokba, mégpedig nem is akárhogyan. Buffalo-ban, New York állam második legnagyobb népességű városában a hóvastagsága egyes helyeken meghaladta a 180 cm. A régióban több helyen másfél méteres a hó. A város polgármestere szerint 4 évtizede nem volt példa ilyen erős havazásra. 48 amerikai államban a héten a legalacsonyabb éjszakai átlag hőmérséklet mínusz 7 fok volt. Ez általában inkább januárra és februárra jellemző. Nálunk nem kell még erős fagyokra és havazásra számítani, de hogy milyen idő is lesz pontosan, megtudhatják a Bonum híreket követő időjárás jelentésből. Önök hány kiló száraz tésztát adnának egy jó szóért? Budapesten az Írók boltjában egészen december 6-áig néhány konzervért vehet magának egy eredeti kézírásos mondatot Závada Pál vagy Spiró György tollából. De 30 kiló lisztért már egy egész kötetet is megkaphat. 59 író, költő, rendező, színész és történész adja a szavát, hogy élelmiszert gyűjtsenek Magyarország egyik legnagyobb szegényiskolája, az Abaújkéri Veslei János többcélú intézmény óvodásai és tanulói javára. A civil kezdeményezés kitalálója és szervezője Cipiádész Erzsébet Pulitzer emlékdíjas újságíró. Felhívásunk még mindig él. Ha szívesen csatlakozna a Bonum hírek csapatához, önkéntes szolgálattevőnek, jelentkezzen a közönségszolgálat@bonumtv.hu e-mail címen, vagy pedig közönségszolgálatunk telefonszámán. Maradjanak velünk, mert ma is, mint minden este, 8 órakor kapcsoljuk a sziklatemplomot. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!